Augusztus utolsó napján, csütörtök délután még el volt kerítve az emblematikus repülőhíd a nyíregyházi vasútállomásnál. A szakemberek az utolsó műszaki szemlét tartották az építményen egy nagyszabású rekonstrukció után. Az elmúlt évtizedekben bár apró javításokat végeztek rajta, idén június közepén elkezdődhetett a teljes felújítás. Ez a repülőhíd egy elég régi szerkezet, 1986-ban épült, 2011-ben volt mázolva, majd 2017-ben a járólemez cseréje történt a tartószerkezeten. Alátámasztó fejbetonon felújítás még nem történt, ezért is volt fontos ez az idén-nyári beavatkozás. A felújítás során a felszerkezetek kiemelése után a járófelületek alatti tartószerkezetűek nagymértékű korrodálását jelezte a vállalkozó, ennél valószínűsíthető, hogy a járófelület téli sózásából a szerkezetre került só létette tönkre az acél szerkezeti elemeket. Ezen kívül a kivitelezést hátráltatta, hogy előre nem látható, nem tervezhető módon a közbenső pillér teljes cseréjét kellett elvégezni, a régi szerkezet kiemelésével és az új legyártásával és beemelésével. A pillér állapotát csak a festés lefúvása után tudták teljes értékűen felmérni, emiatt a plusz beavatkozás miatt az áthidaló szerkezet visszadarúzása ugyan csúszásba került, de ennek ellenére is tudták tartani a tervezett átadási határidőt. A felújítás után kényelmesebben, rendezettebb keretek között lehet átkelni a hídon, sőt a kerékpárok átvezetésére alkalmas vályút is építettek a lépcsőkre a szakemberek. A beruházás költségvetése a repülőhíd környezetének rendbetételét is tartalmazta. A 2022-ben tervezett költségeket sajnos nem tudták tartani, de jelenlegi állás szerint a repülőhíd karbantartása megközelítőleg 185 millió forintba fog kerülni. Ez tartalmazza a felmerült pótmunkákat és a hídpótló buszjárat költségeit is. Ezeket a MÁV vállalta, ezeket a költségeket. Szeptember 1-e reggel 5 órától pedig bárki biztonsággal átsétálhat a megerősített, felújított átkelőn.